Csánépek! Polák mentes szerveget kívánok! Hoztam egy csatát az AMBT-vel, az amerikai autorilőderes 8-as Premium Meddel, de kurva hossz ez a cím. Mostanában nem mentem vele, mert nem is láthatok vele csatát. Na, most az átalakított Sheetfield van, ezt áprilisban veszem fel, és az 1.20.01-es vagy valamelyik patchben átalakították a heavy pofoszkodót. Azóta én nem nagyon megyek még a környékére se egyik oldalon se setédében semmivel, inkább itt kempelgetek mindegyik oldalt. Na, három lőszer van a tárbalja, és persze tír 9 egy köcsöggel a csatába. Én mindjárt goldal kezdek, mert nem érdekel, tehát tír 9-ben nem nagyon vagyok hajlandó szopogatni semmi, senkinek a faszát. Megyünk goldal, mert kénytelen vagyok. Na de mindegy, se baj. Egy darabig itt tácsorgok. Addig nyomatom a lőszert, 2.15-ös pen, 3.60-as alfa, és egész gyorsak vagyunk. Ugye már APCR a standard lőszerünk, a goldunk is APCR, 2.78-as pen, 3.60-as alfa, és ő még gyorsabb. Na, speed boost, mert nem tudok semmit csinálni egyelőre, nem nagyon akartam én sem előre menni, sem semmire föláldozni magam a 9-esek ellen, mert ez súlyok. Igen, a szokásos klikkeres gomba elengedett egy tárat hátra. Mivel láttam csapodni a lőszert így, gyakorlatilag mindegy, mert nincs ott az autista szardarab. Na, akkor töltünk, és látod, hogy a 10-valahány másodperc, mire betölti az első lőszert. A másodiknak sem sokkal rövidebb a betöltés ideje. Gyakorlatilag szerintem nincsen 10 másodperc alatt egyik se, úgyhogy lehet vele szopódni, hogy az egy 40-42-3 másodperc, mire betölti az összes lőszert. És a táranténti kitározás az 3 másodperc, vagy a tár közbeni kitározás, vagy valami. Hamarosan fel fog sejleni majd a BZ68-as. Jön is a fiú. Gyere csak! Hát eléggé sok a szűkülés idő, de viszont ilyen jelenlegi helyzetben, hogy van időnk becélozni, egyáltalán nem problémás ez a helyzet. Ilyenkor nagyon jó. Kapkodó lövést ezzel nem nagyon lehet elengedni, úgy is mondhatom, hogy ez a türelem tankja. Mert távolra se, te maximum ez az a távolság, amit vele úgymond pontosan lehet lőni, de erre a távolságra egy kupolát nem verszel ezzel a 105-ös ágyúval, tehát totál esélytelen. Na mindegy. Kalibánunk itt szenved fenn a domb tetején, jön a VZ120, semmi, nem tudok mit kezdeni egyikkel sem, de majd én is beindulok. 6-1, úgy néz ki, hogy lehet, hogy nekünk kupa lesz, de szerencsére nem. Mivel nem nagyon tudják, hogy itt vagyok, így majd szépen besétálnak alám ketten is, amit majd szerencsére egy tárból meg tudok oldani. Mindegyik rá lesz majd épülve a kalibára, fönn a domb tetején. De én tartogatom az erőmet, jó lesz az. Mi majd a Panther is onnan eljön, és itt fog majd kerülgetni a nem tudom valamelyik hülyével, talán a CDC-vel vagy valami hülyével itt fog majd kerülgetni. Na de se baj. Úgyhogy az AMBT-re visszatérve, eléggé lassú egy medek vagyunk vele, olyan, mint a szuperpörkölt, csak gyengébb páncélzattal. Hát és még szarabb, mint az Iron Army, mert annak legalább több páncélzata van, kb. Pont ez a mozgás kultúrája van annak is. Tehát igazából ez valami heavyum, vagy valami, nem tudom mi a szar lehet. De mednek semmiképpen nem nevezni. Na, elvesztettük kanibál barátunkat, nagyon fincsi. Akkor van itt egy CDC-re egy Pantera. Azt hiszem a Panterával majd trédelek egy icipicit. 400-ot, hatalmasabb dobott most az ágyú, elpárolódott. És szerencsére mindig van bele egy lőszer, ami elég is lesz a CDC, úgyhogy feldagadunk 3 kill-re. A CDC gyakorlatilag világát nem tudja. Szerencsére vézével lepattant a valagunkról, nagyon jó. És most akkor meg kell várnom ezt a 10-valány szeket, míg legalább egy lőszer lesz a tárban. Vézi szerencsére egy picit lefordul rólam. Nagyon jó lesz, legalább egy lőszert bele tudok majd tenni a fejébe. Az S1-ünk szépen szedegeti, én meg próbálok akkor oldalról belebaszni egyet a kis csávóba, csak nem nagyon láttam el. Ajjajjaj, ajjajjaj, 3-21, és megint makon van, valami oknál fogva lepattintottam egyet, és kapott egy kibaszott nagy ammureket a VZ a T95-östől. Csináltunk egy szakaszt az Emillel, úgyhogy néha vannak ennek is ilyen makkos napjai, hogy nem tudják belőni, vagy nem tudom, vagy a csávon nem volt ide inkább szűkülni, mert az a VZTD-nek az ágyúja tud eléggé troll lenni, tudom, nekem is megvan. Nem teljesen működik sniper TD-ként az a VZ, inkább ilyen oroszos vonalat erőltet, ilyen 22-44-es roham TD-s
formátumot, ez megvan a páncélja is, meg a tűzelés, csak eléggé troll az ágyú. Na mindegy, ez volt a VZTD. 3 kill, 2169 damage, és tudtam, hogy itt van a WTF Panzer 4. Óvatosan is akartam kimenni, de igazából heavy sorra akartam volna belőni, de ott már lassan elfújnak, szerencsére a kobrát is szedegetik, meg a Suszáz 1 is lassan majd elvesztettem a bajtársamat, szakasztársamat, instantba. Megvan a VT, ajjajjajjajjajj, hát igen, gyakorlatilag nem volt esélyem, hogyha odafordulok, akkor sem. Én nagyon jól kijött a biznisz, mert most sem lehet tudom lopni. Úgyhogy volt egy szakasztársam, egy plecsnyivel kevesebb. De szerencsére a vézi is belesétált a szarba. A vézi, na? A what the fuck? És szerencsére már csak az autista van vissza. Ha mit lesz föl majd a domtetőn, oda kattingatok a vézének, mondom, hát ott van, hát nem ott van. A köcsönkancsú itt baszta fönn az édesanyját. Persze kivágta a vézénket, mert miért ne? Hát akkor nézzük, hogy mi van. Hát egy icipicit tudtam csak rálátni az agyhalottjára, de lassan bele fog ő is nézni majd a lecsóba. Hello, köcsön. Na, hát szerintem megérdemelte ezt a lövést ez az autista klikker. Gyűlöm a fajtáját, nem csinálok én ebből semmiféle titkot. Büdös köcsög az összes. Leszarom, hogy küldetés, leszarom, hogy szopja éppen a csaja a faszát, és ő benne a sarokba csak pattingat, meg kattingat, plingelget, mindenféle fasságot csinál, leszarom, ez nem játék stílus, büdös cigány wargaming is, mert ezt a büdös szart beleteszi, de nyugodtan figyeljétek meg, nincsen klikker a csatába, sokkal simulékonyabb, sokkal pörgősebb, sokkal akciódúsabb lehet valamit csinálni, nem pedig az, hogy mindenhonnan bazd meg tarkon fossák az embert ezek a agyhalott büdös szarcsimbók, akik úgy fogalmaznék, hogy van élet az agyhal, lál után is kategóriák. Na, 5 kill, 3120 damage, hát igazából a többi az meg elhanyagolható. Egy normális kis csata volt, amit érdemes volt bemutatni. Csá népek!